Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják, ez a 7. évfolyam 19. adása. Itt ül mellettem Takács Tibor, a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület elnöke, adásunk állandó szakértője, és együtt köszöntjük vendégünket, Tatár Mihály urat, aki Magyarország legeredményesebb, legendás röplabdázója. Hát a röplabda az nem a jelen pillanatban a sportágak közül a legfelkapottabb, viszont rengetegen szeretik, rengetegen játsszák. És akkor rögtön azzal kezdjük, hogy az ön szemével, aki elképesztő, hogy mit tett le az asztalra az életében, és akiről nem olyan rég sportcsarnokot neveztek el, hogy rögtön az elején az összes információt elmondjam, hogy tudják az emberek, hogy kivel is ülünk itt. Ezt az ellentmondást szeretném, hogyha elkezdenénk egy kicsit boncolgatni. Miért van az, hogy mindenki röplabdázik, mert ha kimegy a strandra, vagy kimennek a kertbe a gyerekek, rögtön röplabdáznak, de tulajdonképpen, mint versenysport, a röplabda, nem azt mondom, hogy meghalt, de nem éri el azt a szintet, amely idején például ön legendás játékossá vált. Magyarországon, tegyük hozzá. Ja, hát igen, az a világ viszonylag a más helyzet. Hát ez egy nagyon nehéz téma. A világon lényegében a második legnépszerűbb a röplabda a sportágok közül, mert a világon mindenhol űzik. Vizen, szárazföldön, homokban, teremben, szabadtéren, minden. Nálunk nagyon visszaesett, hogy miért, nem tudom. Egyrészt nagyon sok klub megszűnt. Nagyon sok régi nagy klub megszűnt. Budapesten szinte egy-két klubban csak, azok se olyan szinten. Inkább a vidéki csapatoknál vannak a férfi csapatok. Most Békés Csabán lett egy női bajnokcsapat, de nem tudjuk, hogy meddig. Szóval minden évben felröpen egy-egy csapat, akit erősítenek, és utána az a bajnok. Szóval nem tudom. A legnagyobb gond az, hogy az utánpótlás nevelés nagyon kevés. Nagyon kevesen űzik, az iskolákban nem űzik, a testnevelő tanárok nem tanítják a röplabdát, mert régen, amikor a testnevelési főiskoláról most egyetem, onnan kijöttek a tanárok, azok az iskolákban tanították meg a röplabda sportot. Hát kötelező elem volt, vagy a labdarúgás, vagy a kosár, vagy a röplabda, ez a három, mondjuk így kerültem is a röplabdába. És az nincs, szóval a mai fiatalok teljesen megváltoztak, csak azt nem értem, hogy miért a röplabdába, mert más sportágban azért nagyon számottevő jó eredmények vannak. Nincsenek létesítmények, szóval vannak létesítmények, most már olyanok a szabályok, hogy nagyon meghatározzak, hogy mennyi lehet a kifutó rész a pályán kívül, milyen magas lehet a terem, megszabják, hogy milyen lehet a labda, milyen mezt vehetnek föl, milyen reklámot vehetnek föl, milyen cipőt vehetnek föl. Szóval nagyon be van szűkítve ez a dolog. De itt Magyarországon? Vagy pedig világszerte? Világszerte, uh-huh. Igen. De Magyarországon ami van. Tehát örülünk annak, hogyha van valahol, szóval ahol játszani lehet. Sajnos az a baj, hogy ha más sportágban esetleg nem válik be röplabdás. Röplabdás lesz, amennyire röplabdás lesz. És utána egy darabig csinálja, és utána abba hagyja. Azt olvastam az életrajzában, hogy amikor ön kosarasként lement egyszer a röplabdázók közül, akkor ott rögtön kiderült, hogy a játékos... Futbalista. Vagy bocsánat, futbalistaként lement játszani röplabdások közé, akkor ott kiderült, hogy a leigazolt játékosoknál sokkal ügyesebb. Hát ez nagyon rég volt, ez 52... Tegnap előtt. Tegnap előtt. Volt. A Bezerédi utcában voltam, az MTH, ezen munkaerőt tartalékok hivatala, egy ilyen villanyszerelő szakmát végeztem, és ott volt egy ilyen szakiskola, és utána lementem egy edzésre, úgy tudtam, hogy futballedzés van, lementem, és ott láttam öt embert, egyik oldalon öt embert ütögették a labdát, a másik az ilyen munkaerőt tartalékok iskolák közötti verseny volt akkor. És a mi csapatunk öt emberből állt, és akkor volt egy testnevelő tanár, azt mondja, gyere, mire köttél? Mondom, labdarúgó, nincs van labdarúgó edzése. Mi ez? Röplabda van, röplabda, hát mondom. Az a gyere, állj ebbe, mert csak öten vannak, és nem tudunk kijárni. Mondom, de nem is ütöttem még a labdába a büdös életben, soha nem voltam. Hát mondja, gyere, itt egy nadrág, egy trikó, egy tornacipő, és egyébként megmutatta, hogy kell megfogni a labdát, mik az ütés fajták? Láttam, akkor ütögették az emberek, és
Hát nem én voltam a legrosszabb már az edzésen, és annyira megfogott ez a közvetlen kapcsolat egy pályán, egy 9-es pályán 6 ember, aki mindenki egyér, ez a szlogen, ami sokszor volt már ilyen. Ott ragadtam, és így aztán utána kerültem a Peterde utcába, az már egy másik iskola volt, és utána az MTH-nak volt egy központi csapata, azaz Elnök utca, nem tudom, biztos, hogy ismerős az Elnök Olyan. Utca, és oda kerültem, az első edzőm egy Prodovszki nevezetű edző volt, és oda a központi csapatba kerültem, hát mi sűrűdött, 15-16 éves voltam, hát ott ugráltam, és utána 1954-ben az MTH fuzionált a budapesti Spartakusszal, és akkor kerültem a Spartakuszból egészen 63-ig voltam ott, 63-ban a Honvédbe igazoltam, és 70-ben visszaigazoltam a Spariba, ez volt a pályafutásom, amit röviden. Összefoglalni lehetett az elmúlt egy-két percben. Na most nekem, igen. Ilyen nekem múlik egy karrier. Igen. De, hát igen, tényleg döbbenet, ugye kisgyerek lemegy focizni, jöttem, aztán ott van, hogy ott maradt röptablásnak, és akkor utána meg egy tornacsarnokot neveznek el róla. Hihetetlen, tényleg hihetetlen. Az a mondat, ami ugye ez a mindenki egyére egy mindenkiért, és hogy a röplabdázóknak az a zárt köre, ahogy egymás alá készítik a labdát ahhoz, hogy pontot tudjanak szerezni. Ez tulajdonképpen más sportágban, más labdasportban így nem vehető ki? Hát de igen, hát mondjuk labdarúgásban az irányítók, a középpályán az irányítók, a kézilabdában szintén az irányítók, akik az egész játék stílust megadják, a kosárlabdában szintén, tehát ott minden csapatnál vannak ilyen irányítók, de itt a röplabdában mondjuk az irányító feladat az mondjuk az előkészítő régebben, most az új dimenzióban régen feladónak hívták az előkészítő. Tehát ő szabja meg ezt az egész játék stílust, amennyiben az előkészítő olyan, hogy ez egy jó képzett játékos. Tehát itt a 6 embert ő irányítja, mert tulajdonképpen egy jó előkészítő azért sokat jelent, mert mindig azt mondták, akik vagy értettek hozzá, vagy nem tudom, hogy vegyél egy jó időt, és akkor te vagy a legjobb, tiéd a legjobb csapat. De nem így működik ez a dolog. Hát vegyél egy jó előkészítőt, és akkor hozzá kell venni a jó játékosokat, mert azt hiszem egyetlen egy sportág nincs olyan, hogy mondjuk egy ütőjátékosnak úgy adni a labdát a levegőbe, hogy az jól érkezzen, és az ütő fönn találkozzon is a labdával, ez egy nagyon nehéz dolog, a legnehezebb a sportágok közül. Tehát ez egy nagyon nehéz, egyszerű sport, de azt mondják, olyan röplabdás, ez egy sztorit elmesélek, ezek Szeged Novák Dezső a labdarúgó, nagyon jó barátom volt, nemrég halt meg sajnos. És a tatai edzőtáborban a 60-as években nagyon sok sportág együtt volt, kivéve a vizesek. Atléták, asztalteniszezők, birkozók, tornászok, röplabdások, kosarasok, atléták, sok minden, kötelező volt az edzőtábor. És a Novák Dezső lejött a hátsó terembe, és azt mondja, hogy Mésike, ugyan már azt mondja, hát ez itt üteget, itt 10 ujjal gyere le, azt mondja, hát mi nem sportad. Mondom, Dezső, ne idegesítsél fel, mondom, hát én kimegyek a labdarúgó pályára, annyit elég jó futballoztak a röplabdások, mondom, hát én oda rúgom 16-20 méterre hozzád a labdát. Ugyan, mondom, holnap 10 órakor ez is van, megkörjük a edzőt, a Porobszki Laci bácsi, vetkőzze, hozzá magaddal le, tornacipőt, rövid nadrág, meg egy trikót. Jó, másnap 10 órakor ott volt. És elkezdtünk, hát az nem van egyszerű azért ezt a kedvemben. 10 ujja meg csörgő-zörgöd. És utána, amikor már úgy érzem, hogy kicsit bemelegedett, akkor egy olyan kicsit kakaósan odaütöttem neki. De hát régen nem volt alkarintés, mint most, hanem mindent kosárra fogtak a játékosok is. És ő is próbálta, de aki nem tudja, az szóval úgy megérezte, hogy másnap az összes ujjának ez az ízületei be voltak dagadva, mert utána
ütéstől. Igen. Azt mondja, most elismerem, nem van egyszerű ez a röplabda. Hát mondom, látod, ilyenkor nem kell sokat beszélni a sportágon. Kétszer is szóba került a sportágnak a fejlődése és a szabályrendszernek a változása már itt érintőlegesen. Ugye az egyik, hogy nem volt arkarütés még akkor, a másik pedig az, hogy tényleg a szabályrendszer és a pályák is védekezés. Hogy mennyit változott a sportág maga? Nem csak a külső körülmények, arról is majd érdemes beszélni, hogy a talaj, a háló, a maga, nem tudom, tehát, hogy milyen fejlődésen ment keresztül. Mert tulajdonképpen azok a hihetetlen teljesítmények a különböző sportágakban, azok a kiszolgáló részeknek a fejlődéseinek is a következménye. Tehát Duca Anikó, hogyha lehet, hogy a mostani felemás korláton dolgozik, nem szakad le alatta, nekem mindig ez jutott az eszembe. Tehát egészen másak voltak az eszközök. Más egy gerenda, más egy talaj. Hogyan változott a röplabda? Nagyon változott a sportág. Szóval nagyon, hát a szabályokat azt most nem mondom, ez is nagyon megváltozott. Előnyére vagy hátrányára? Mert birkózóknál tudjuk, hogy hátrányára hát változott. Előnyére inkább. Előny. Elsődlegesen a röplabda sportág azért változott meg ennyire, a szabályozók, mert minden a közvetítés idő. Egy röplabda mérkőzés régen, amikor nem 25 pontig, hanem csak 15 pontig volt, és minden hibánál csak forgás volt, most minden hiba, illetve beütött labda, az pont. Aha. Tehát teljesen mindegy, hogy mit történt, tehát pont. És akkor volt, hogy 2-3 órára elhúzódott egy mérkőzés régebben, most meg nem, mert általában egy játszma az 15-16 perc alatt, tehát ki lehet számolni, hogy mennyi ideig tart egy mérkőzés. Hát most a követelmények az, hogy megváltozott, mert most jelenleg az erő dominál. Szóval én a 190 centimmel a mai világban élvonalva sehol. Régen azért a 190-es röplabdás azért az való volt. És most már 2 méter, 2,13, 2,8, 2,20, 2,1, tehát a legkisebb, egy előkészítő játékos a 190 alatt nincs is. Régebben tényleg az volt, hogy nem baj, hogyha tehetséges a fürge, akkor még ha apróbb termetű is. Igen. Szóval megváltoztak, és annyira az erőre megy, szóval nincs technikai képzés az, hogy labdakezelést. Itt elsőlegesen csak az előkészítő játékos, csak annak kell maximálisan dobálni a labdát. A többiek csak kényszerből érnek hozzá, az ütőjátékosok, az elsőlegesen támadnak és sáncolnak, védekeznek. Na most olyan magasan vannak a játékosok az olimpián, a VB-n, az EB-n látom közvetítéseket, olyan magasan, hogy szóval hihetetlen. Hihetetlen milyen magasság, és olyan fizikai állapotban vannak az emberek, hogy most átvitt értem, mint egy súlyemelő, aki egy tiszta erő, most a röplabdás tiszta izom. Szóval ugranak egy méter fölött most már az emberek. És magasak is, meg izmosak és is. Utána 2 méteres ember ugrik egy métert, plusz a keze, tehát igen. Itt vannak a hálón. Itt vannak a hálón fönn az emberek, 10-ből 8 ember. Most kicsit kitérve, én szoktam járni röplabda mérkőzésre. Az én korosztályomból talán én vagyok az egyetlen, meg a feleségem. Nem nagyon jár senki már. Utána majd elmondom, hogy miért, mi gondolom én. És odálltam a röplabda háló, ami 2,43 magas, odálltam, és így néztem föl rá, hogy ilyen magas volt akkor, amikor én is a fejemet kitettem és ütöttem, hogy a létezik, szóval hihetetlen. Szóval annyira kicsit eltávolodik az ember a röplabdától, így ezt, akkor a magasság nem számított, mert adott volt, és ott ugrani kellett. De mondjuk ez én 66 centi ugrásommal, én jónak tűntem Magyarországon, tehát a mai világban ez már szóval hihetetlen, hogy milyen fizikai képességek vannak, ha megnézzük a brazilokat, az olaszokat, a spanyolokat, a szovjeteket. Szóval régen, az én időmben, voltak a szovjetek, a csehek, a románok, a lengyelek, a bulgárok, a jugoszlávok és mi. A jugoszlávok meg mi. Tehát Korea nem volt? Tessék? Korea nem volt? Akkor nem. Akkor nem tehát volt. Európában annyira erős volt igen, ezek szerint? Azt mondjuk, mert itt most volt, csak európai csapatok lettek. A szocialista országok csapatai. Igen. Tehát vagy a belügynek volt a csapata, vagy a
Honvédségnek voltak a klubcsapat, és azon belül voltak. És mi a világon a hatodikak voltunk általában minden világversenyen, majd utána biztos rátérünk, hogy volt, amikor nem. Hatodikak voltunk, és nem tudtunk jobbak lenni, mert ez a öt csapat, mindegyiket megvertük, még a szovjeteket is, csak nem tud mindig akkor, amikor kellett volna. Akkor nem tudtunk. És ezért nem tudtunk előbbre lépni. Tehát a VB-n általában hatodikak voltunk, és voltunk a Rióban, ott is hatodikak, máshol voltunk, ott is hatodikak. De nem tudtunk, mert ezek annyira jobbak voltak. Most ez már megváltozott. És akkor ezeket a brazilok, az USA, a Korea, a francia, az olasz, a német, ki volt még? A holland, ezeket a 60-as években, amikor akartuk, amiről akartuk, úgy vertük meg. Szóval nem tudjuk, hogy mi váltottak. Mindenki azt mondja, hogy a pénz. De pénzzel nem biztos, hogy lehet játszani. Ahhoz nevelni kell embereket. Tehát lehet, hogy a feltételek sokkal jobbak most itt nyugaton, mint esetleg Magyarországon. És ez befolyásolja az egész sportágnak a jövőjét is. Hát természetesen, hogyha mondjuk most azt mondaná a kormány vagy a sportvezetés, hogy a következő sportág, amit fölhozunk, az a röplabda. Ehhez szerződtetünk edzőket, ehhez elkezdünk utánpótlás bázist építeni. És itt meg is lepődtem hirtelennyében, mert én tanítottam testnevelést, és hogy végig szaradt az agyamban, hogy a tammanet hogyan épült fel, hogy hanyadik osztályba került sor a röplabdára, hiszen minden egyes sportágon végig kellett menni. Nem tudom, mert most nem vagyok benne, tehát fogalmam sincs, hogy a tammanet hogyan épül fel, és hogy a tanárok saját tammenetüket készítik el, mert természetesen azt a sportágat nyomják, ahonnan ők jöttek. Igen, függ, hogy a testnevelő tanár éppen milyen identitás. Igen, milyen szakos volt. De mindenképpen meg kellett, hogy legalább érintőlegesen egy-egy sportágat tanítsunk, vagy foglalkozunk vele bizonyos óraszámban. Szerintem az a legnagyobb gond, hogy a röplabda ez egy olyan sportág, ami nem kapuba rúgnak, nem kapuba dobnak, nem kosárgyűrűbe dobnak, hanem ütik. Szóval amíg egy fiatal, 11 éves, 10-11 éves lány, fiú elkezdi a röplabdát, mert a sikerélmény az, mikor berúgom a kapuba, sikerélmény, mikor bedobom a gyűrűbe, ez a sikerélmény, és oda passzolom hozzád például a labdát, vissza. De én még az, hogy oda passzoljam, és pontosan vissza, ez egy hosszú folyamat. Uh-huh. És ez a sok labdaszedés, mert nem tudja pontosan odapasszolni, és azért nagyon korán nem, mert az ízületek azért nagyon igénybe veszik a röplabdát. Tehát ezért más a röplabda, mint a többi sportág. Szabályokról beszéltél, hogy gyakorlatilag dinamikusan változnak a szabályok, és most, hogy elmondtad a testméreteket, hogy egy átlagos alkat milyen ma egy röplabdával, hogy tulajdonképpen akkor itt, ugyanúgy, ahogy a kosarasoknál előfordul, hogy egyszerűen ugye zsákolnak, tehát föntről berakják. Most a szabályok megengedik azt, hogy valaki, és hogyha megengedik, meddig nyúljon át a másik térfélre. Adott esetben egy labda érintés céljából. Abban az esetben, hogyha a labda átirányul az ellenfél tábora felé, akkor abban az esetben én lesem. Ideig átnyúlhatok. Értem. Ami a hosszú a kezem van, ha a labda átirányul. Abba az irányba. De ha nem irányul át a labda, akkor nem sáncolhatom le. De régen mondjuk nekem inkább azt mondták az okosabb emberek, hogy nekem volt azért, volt könnyebb a helyzetem, mert nekem még ez az új szabály nem jött be, hogy az átnyúlás, addig nekem a gyors csuklón volt állítólag, és ezért a gyors csuklóval próbáltam ezeket a sáncoló játékosokat kikerülni. Amikor az átnyúlási szabály bejött, akkor már egy kicsikét én visszafogtam, mert rá azt csináltam valamikor, uh-huh. És akkor engem azért megzavart az, hogy átnyúltak, és akkor már azért nem voltam olyan 100%-os támadó, csak 99. Azt mondja, 62-ben a VB-n a legjobb támadó játékosnak választották meg. A világ legjobb. Igen. Igen, egy Csesznakov nevű szovjet ütővel Moszkvába,
ő volt, meg én voltam a világ legjobb ütője, mind a ketten. Szóval nem tudták eldönteni, hogy ki, ő vagy én, és emlékszem, egy ilyen Zorki 4 fényképező gépet kaptam, ő is azt kapta ott, mert akkor azért a 62-ben ez egy fényképezőgép, azért az menő volt, nagyon menő, és az volt egy kis cédula, hogy Tatár Mihály, világbajnokság legjobb támadója. Mi a különbség a kettő között? Tehát a legtechnikásabb az, amelyik előkészíti a terepet, és a támadó az, amelyik végül is a pontot szerzi. De ez két különböző poszt. Focira fordítva ez nekem olyan, mintha az egyik az, mit tudom én, a hátvéd lenne, a másik pedig a... A legtechnikásabb játékos, ami az egészet összefogja egybe. Aha. Tehát, hogy a legtechnikásabb, tehát nagyon jó gömbérzék, jó, szolgáltam ki az embereket, amikor akkor még ütő voltam 58-ban azért. Tehát a technikai képzettségem olyan volt, hogy jobb volt, mint a többiekért. Tehát gyorsan feltaláltam magamat, és ebből a legtechnikásabb. Ez a kimondott finom, laza kézzel, amivel így lehet dobálni a labdákat. Ez volt. Milyenek voltak az edzések? Hány óra edzés kellett? Egyáltalán mennyire lehetett úgymond profi szinten művelni abban az időszakban a röplabdát? Kellett-e mellette állást vállalni, vagy volt sportállás? Tehát hogyan működött akkor a rendszer, amikor eredményes volt a magyar röplabda? És még egy, talán nem tudom, de az 50-es években én szerintem a röplabda az egyik legnépszerűbb sport volt, mert ugye azt hiszem, hogy a anyáinknak is kötelező volt munka előtt egy óra sportot igen. beiktatni, és ezek közül az egyik legnépszerűbb a röplabda volt. Hát, amikor én a Spariba voltam, az MTA-t nem mondom, az kezdet-kezdetén volt, egy héten kétszer-háromszor edzés az iskolába, salakon, szabadtéren, esett, nem esett, teljesen mindegy volt, hogy szakadt a eső, akkor is edzettünk. Tehát 2-3 edzés volt iskola szinten. Később, amikor a Spartakuszba kerültem, 54-ben, amikor fuzionált, akkor minden nap volt egy edzés. Utána, amikor a Honvédba kerültem, akkor is minden nap volt egy edzés. Csak az volt, hogy én, nekem a szakmám, én villanyszerű szakmám, és én egész életemben dolgoztam. Tehát nem volt sportállásom. Tehát én dolgoztam, az Okis Labor nevezetű de divat cég volt, dolgoztam reggel 7:30-tól Mikulásig, 15:30-ig, és közben voltak az edzések délután 16:30-tól 17:00-ig. Na most abban a szerencsés helyzetben voltam, és annak idejére megengedhető volt, hogy amikor én edzőtáborba mentem, vagy külföldre, akkor az én igazatom, a Tomes úr elengedett, tehát hivatalosan, nem sportálásból. És én megkaptam a fizetésemet, elmentem az edzőtáborba, de viszont azt is megcsináltam, hogy ha Pesten volt edzőtábor, akkor reggel hétre bementem, megcsináltam, amit kellett a munkámat. 10-re elmentem a sportcsanóba, edzettem 10-től 12-ig, és utána visszamentem, és utána megcsináltam azt a munkámat, ami elmaradt. Szóval mondjuk lehet, hogy egyedül voltam ilyen, de általában akkor a 60-as években szóval kevés profi ember volt, kevés profi volt. Voltak, akinek sportállások volt. De igen, pontosan erről van szó, hogy igen, azért a sportállás divatos volt annak idején. Igen, igen, igen. Hát az volt a legegyszerűbb. Akinek sportállása volt, az kétszer edzett naponta. De most azt nem értem, és itt persze hát sok mindent nem ért az ember, hogyha ugye 58-ban az EB-n a legtechnikásabb játékos, 62-ben a világbajnokságon a legjobb támadó játékos. Egy ilyen ember miért nem kap sportállást? Mert én nem akartam. Ja. Szóval én nem... Hát ez nem jutott volna eszembe. Én nem kértem. Akkor, mikor én a MTA-ba, a Spariba kerültem, ahhoz segítettek hozzá, mint kezdő villanyszerelő, hogy egy ilyen szövetkezett Okis Laborba adtak egy villanyszerelői állást. Ehhez segítettek hozzá. Nem az, hogy oda betettek volna, mert szegény honfikáról sakkozó, az ugyanannál az Okis Labornál volt, mint én, ő sportállás volt, ő egész napot sakkozott az irodájába, az elemezte a dolgokat, igen. De én nem, nekem konkrétan átöltöztem, és vittem a táskám volt. Az igazság, hogy van egy barátom, egy 60 éves barátom, emlékszik rá, hogy
annak idején, mikor utána előttem még az Okiszelvet volt, akkor a Röltexnél dolgoztam, és egy 20 kilós faládával a városba, abból ott a szerszem, minden azzal mentem a villamosra, mert ezt kellett csinálnom. Tehát nem volt sportálás. Mikor a Honvédba kerültem, 63-ban, akkor egy hónapig voltam sportálás, tehát akkor olyan volt, hogy bementem az első héten, bementem, második héten már csak délbe mentem be, harmadik héten már be sem mentem. Már nem is ment ez. Annyira lelassult, az ember lelassul, kényelmes lesz, hogy és mindig, hogy miért vagyok fáradt az edzéseken, hát azért, mert ez a tehetetlenség, ez a semmi. És aztán mondtam, köszönöm szépen, és visszamentem dolgozni. De én nem akartam sportálást. Valaki meg ezért sportálásra, ne kelljen dolgozni. Vannak ilyen, most is van ilyen, biztos. 2010. szeptember 2-án jelent meg egy cikk csütörtöki napon, amikor is Sümeg városában tornacsarnokot avattak, amely Tatár Mihály nevét kapta. Igen, én kaptam 2010-ben egy telefont a Magyar Röplabda Szövetségtől, hogy megkeresték őket Sümegről, Réde János, ő volt a szakosztály vezető, hogy szeretnék elnevezni rólam sportcsarnokot, amit felavatnak, hogy hozzájárulok-e. Mondom, természetesen. És utána egy pár nap múlva kaptam, hogy akkor Schmidt Pál volt köztársasági elnök keretében, akkor volt 2010-ben a tanév nyitó országos szinten, és ott volt, akkor ott tartotta, és utána együtt vonultunk át a tornaterem, és ott egy tábla is van kitéve a tornaterem felé, és ott volt egy ilyen kis ünnepség, és ő tartott. Én mondjuk nagyon régóta ismerem, és mit például ismerem, hát együtt volt, mint vívó lent a Tata jegyzőtáborban, hát állandóan ott voltak, és azt ott volt egy... És aztán ott volt ez a megnyitó, aranyosak, kedvesek voltak. Egyetlen egy, ami ez engem egy kicsit hátráltat, és rossz a szám íze, mert 2010-ben ott a iskola diákja jelölt, kijelentettem, hogy minden évben felajánlok egy kis serleget a legjobb tanuló, a legjobb sportolónak. Egy kis serleg, kis kártya, Tatár Mihályától, ekkor és ekkor, ennek is ennek, a legjobb sportoló, a legjobb tanuló. Ez 11-ben, de 12-ben és 13-ban létrejött. 11-ben tudtam, hogy küldött az iskola egy nézve, hogy mit tudom, kis Jolán, nem tudom, tanuló, ő nyerte. Aranyosak volt, küldte képet is, igen. De sem 12-ben, sem 13-ban még azt sem mondták, hogy buk, és aztán mondom, akkor ez nagyon egyoldalú ez a dolog, akkor én köszönöm szépen, ebből nem kérek. Szóval az iskola úgy néz ki, hogy elzárkózott ezelőtt, szóval még egy telefon... Nem elzárkózott, egyszerűen nem figyelnek oda. Még egy telefon se kaptam. Mások az érdek, én katasztrófának találom, de egyszerűen tehát nekik ebből nincs anyagi hasznuk, nekük ezzel maximum problémájuk van, tehát egyszerűen... borzasztó, hogy az értékeket, meg a hagyományokat, a példeket, hát azzal lehetne, hát olyan szép ünnepséget lehetne csinálni minden alkalommal, lemenni, találkozni a gyerekekkel. Én sokszor lenn voltam, amikor a Hévízen voltunk, ott van egy üdülő, ahol dolgoztam, és tudtuk, hogy a mérkőzés mikor beütünk a kocsim, és átmentünk Sümegre, találkoztam ezzel a Jánossal, Réde Jánossal. Aztán a szakosztályvezető, aztán nem volt szakosztályvezető, de most újra úgy nincs felelősség. Most úgy visszament. Szóval tulajdonképpen szívesen részt vennék sok mindenbe, de mondjuk a távolság azért az, nem, 250 kilométer azért az befolyás. Igen. Az 500 kilométer az nem egy olcsó dolog. A mai világban 500 kilométert autózni csak meg. Fizikailag is. Hát az nem olyan vészes autó. Minden, hát ahogy nézem, abszolút nem. Autót elvisz az ember. Szóval szívesen, de ezt mondhatnám az egész röplabdáról is. Igen. Szóval az a gond, hogy az elmúlt időszakban a röplabda sportágban elnökök jöttek, elnökök mentek.
nem változott. Most úgy néz ki, hogy új elnök, új elnökség van, és valami állami támogatást most az a 16 sportágba belekerült a röplabda, és úgy néz ki, hogy egy kicsit, mintha megindulna valami, csak hát én azt veszem észre, hogy sokkal nagyobb segítség kéne a klubok felől, a szövetség felé, a szövetség meg a klubok felé, és nincs szinkronba ez a kettő, aha, sajnos. Nincs szinkronba. Én évek óta sokszor mondtam, hogy szívesen, ha valamiben tudok, segítek. Rajtam kibővül még van egy-két ember, de még ilyen soha nem történt meg. Én nem akarok edző lenni, nem akarok vezető lenni. Esetleg egy olyan jó dolgot, hogy valakit megnézek, és lehet, hogy ebből lenne valaki, aha, esetleg egy jó előkészítő, vagy jó támadó, vagy egy jó center, valami. Hát nincs igény. Nincs igény. Két hete Hargitay Andris mondta, hogy amikor lement 8-9 éves korában az uszodába, és életében nem úszott. Széchy Tamás meglátta, és azt mondta, hogy na, az a fiú. Igen. Abból lesz. Hát ez kellene. Ez kellene, így lehetne fölépíteni a gyerekeket, igen, mert hogyha, igen, ha nincs is, aki meglássa, én aztán meg nem látnám most, hogy végignézhetnék X gyereket. De azt mondom, hogy ez nem anyagi vonzata van ennek, mert ezért nem kéne a szövetségnek fizetni nekem, hogy én beülök a kocsiba és elmegyek a Ráckevére, csak például. Emlékszel, ugyanezt mondta Novák Dezső. Igen, igen. Ugyanezt mondta Dezső. De nem kell, nekem nem kell kifizessék az úti költséget, nem kell egy ebéd, nem kell nekem. Ilyen feladat lett volna, aha, de ezt nem most kellett volna már, hanem 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor már az idősebb játékosok mind abba hagyták. És most kapkodás van, most ide jött egy belga edző, a válogatott, női válogatott mellé, nem tudom, hogy de mi nem oldjuk, ez olyan, mint a más sportágban, hogy ide jönnek ezek a külföldi játékos, külföldi edzők, ugyanott vannak. Semmivel nem jobbak, mint a... És minden, ezek a labdarúgók, elnézést kérek, azt mondják, hogy mert kint külföldön a külföldi edző az igen. Tehát most már itt nálunk Magyarországon is külföldi edzők vannak, igen, és azért egy-két klub azért hogy bukik állandóan. Igen. Most a Honvédnál volt ez a dolog, amit kirúgták, hogy abba hagyta. Igen, hát elég érdekes ilyen szempontból. Mondta, hogy nem akart soha vezető lenni, és nem azért, hogy edző legyen, azért sem talpolt és ment utána, de Gödöllőjét mégis megtalálták. Gödöllővel él még a kapcsolat, mert az a cikk, amit én találtam, az utolsó cikk, az nem a legfrissebb cikk. Hát sok klubnál voltam edző. Voltam a Honvédnál, Budapest a Honvéd az 75-ben, aztán voltam a Vasasszízzó, a Tungsram, akkor a BVSC női csapata, akkor a Dunavarsány, akkor voltam 91-ben a női válogatott edzője, akkor Egerbe voltam edző, ott két bajnokságot nyertünk, Egerbe nagyon jó csapat volt, és utána a Gödöllő, egy 4 évvel ezelőtt vagy a Gödöllő körül, akkor volt, hogy ott az edzőt kirúgták, és még egy hónap volt a bajnokságig, és utána mondták, hogy szeretnék, hogyha jó a kapcsolatom azóta, aha, is. Rendszeresen járok Gödöllőre feleségemmel a mérkőzésre, meglátogatom őket, beszélgetek a szakosztályvezetővel, intézővel, és utána csak egy gond van, de ez országos szinten, hogy például, hogyha az idős szívós vízilabdás kimegy egy vízilabda mérkőzésre a Komjáti úszodába, azt tudják, a 10 emberből 11 tudja, hogy az a szívós. Aha. Ha én kimegyek például a Folyondár utcába, ahol a Vasasnak a röplada bázisa, vagy emelk akárhova, leülök, azt se tudják, hogy én ki vagyok. Aha. De még az edzők se jönnek oda kezet fogni velem, pedig azoknak tudni kéne, hogy ki vagyok. Szóval aha, ez egy kicsit, az látszik, hogy nincs együtt a röplada társadalom. Nincs, aha, együtt. Tehát, hogy kimegy például a Novák Dezső szegény, kiment egy labdarúgó mérkőzésre, nem a Fradiram bárhova, igen, mindenki tudta, hogy a Novák Dezső. Vagy kiment valaki, mert hát én kimegyek valahova, nem is tudják, nem is, szóval, nem, szóval nincs, ez nem a játékosok hibája, aha, gondolom én, hanem a vezetőké, vagy az edzőnek a hibája. Szóval nagyon, én nem azt mondom, hogy ajnározom, miért ajnároznának, lehet, hogy nem is, aha, ismernek, de csak tudják, hogy fönt az a kopasz ember ott, az a Tatár Mihály,
az évszázad röplabdás, mert az is vagyok. Nem tudom, hogy benne van a papírban. Lehet, hogy nincs. Úristen, lemaradtam valami. A 20. század évszázad röplabdása vagyok. Tehát sok komoly. Sok minden. Az olimpián a 6. helyet értük el, és részben befolyásolt azt az olimpiát, azt, hogy kifordult a bokám a szovjet csapat ellen, és kértük a vezetőt, hogy adjuk fel ezt a mérkőzést, mert nem tudjuk őket megverni. Uh-huh. Nem, hát egy magyar csapat nem adhatja fel a mérkőzést, és a második szedbe átestem túls oldalra, vagy rám esettem, és kifordult a bokám. Ki kellett hajnom akkor. Ezt utána 2-3 nap múlva játszottam, de már nem az igaz. Ez a tokiói olimpia volt. A tokiói olimpia. Akkor volt 63-ban az EB-n, ahol másodikak voltunk. Ebben az évben ünnepeltük az 50 éves évfordulót. Abban már csak 6-an élünk. A többek a Honvédosok és a Molnár Pista Dózsa megvalt. Itt is van egy kis nehezményezésem, szóval. Ilyen még nem volt a röplabdában, hogy másodikak voltak férfiak, a lányok azok mással, azok olimpián, hogy második helyezést értek el, EB-n nem volt, és nem lesz egy ideig nem. És a közgyűlés kedvesek voltak, meghívták ezt a 6 embert, de többet érdemeltünk volna, mégis 50 éves a legjobb eredmény a férfi röplabdában. És volt egy közgyűlés, ahol elmondták, hogy XYZ ezek az 5-6 ember, és kaptunk egy ilyen kis plesit, hogy egy. Szóval ennél azért többet érdemeltek volna, hogy az ember nem pénzről van szó, hanem nyugodtan ennek a 6 embernek, az elnök úr, meg a beosztottja, nem tudom, egy kis fogadást, egy szobába leülni, kicsit beszélgetni. Na hát sokkal, ez az, hogy ilyennel lehetne. Sokkal mint... többet ért volna, sokkal többet ért volna, ez nem történt meg. Sajnos. Tehát én most azt veszem észre, és hogy... Gyakorlatilag a röplabda társadalom, vagy a röplabdázó társadalom, és az minden, ami körülötte van, az gyakorlatilag anyátlan, apátlan, és teljesen szét van hullva. Mert azért valljuk meg egészen őszintén, a kosár és a kézilabda sokkal jobban együtt van a szövetség és a szakosztályok. De a labdarúgásról nem is beszélek. De nem biztos, hogy hagyományőrzésben is. Tehát nem tudhatod, hogy más szövetségeknél mennyire becsülik meg azokat az ikonokat, látod, legendákat? Szóval az igaz, hát más szöve. De nem tudod, lehet, hogy más sportágokban. De más sportágokban sem figyelmet. A röplabda az diszkriminált, úgy érzed? Igen. A röplabdának nagyon kevés a sajtó visszhangja. Kevés sajtóhírek jelennek meg. Mert más sportágban kinőtt a fű. Lehúzták a nadrágot a vízbe, mondjuk vízilabdába. A teniszben például puha volt a meghúzott ütőnek a húrja. Tehát sok minden, vannak minden. Nálunk, ha van egy bajnoki mérkőzések vannak, eredmény, kék játszottak, a két edző vélemény, semmi. Semmi. Szóval olyan kevés, hogy például a feleségem azt mondja, hogy egész olyan időszakban, amikor nincs jég, nem lehet jégkorongozni. Általában egy oldal volt tele jégkoronggal. Mire? Jégkoronggal volt tele, hogy mit csináltak, hogy csináltak, mit tettek, miért nem ettek, hova vitték őket, miért vitték őket, mit szeretnének, hogy szeretnének. A röplab, szóval az a baj, hogy nem annyira népszerű, pedig egy nagyon szép sportág. Mostanában az már egy kicsit több néző van a nézőtereken, szóval csak a megszállottak mennek ki. Tehát nem ragadja az embereket magával, mert az a baj, hogy sokan nem értik. Nem értik a szabályokat, hogy ez miért? Ez miért? Mi ütötte oda? Miért nem fogta meg? Miért nem sáncolta le? Miért megy olyan messze? Miért nem jön közelebb? Tehát nem értik a nézők a szabályt. Nem is értik a látvány. Ez olyan bámulatos akciókat lehet gyors, látni. Gyors és egészen fantasztikus, akrobatikus elemek is vannak benne, amikor úgy kívánja éppen tehát, a látvány maga megérni. Hihetetlen, azt, hihetetlen látványos. Hát ezért kéne valamiféleképpen a Magyar Röplabda Szövetségnek, vagy Röplabda Társadalomnak
népszerűsíteni, vagy nem tudom, valamit ki kéne találni. A médiának nagyon nagy szerepe lehet benne, hogyha adott esetben bizonyos PR tevékenységgel fölkarolnák. Nem tudom, hogy nagyon, nekem nagyon kevés a kapcsolatom a Röplő Szövetséggel, de nem csak nekem, hanem sok idősebb játékosnak, és nem tudom, szóval már lassan messze kerülök a röplabdát, úgy érzem én is. De ez manapság is így van, vagy például akkor is úgy volt, amikor mondjuk az egri csapattal kétszer, mint edző bajnokságot nyert? Nem, akkor azért ez 90 és 97-ben volt, nem, akkor más volt, akkor jobb csapatok is voltak. Például Egerben 1200-1400 néző volt egy mérkőzésen, az egész város ott volt. Az edzésen volt 150-200 néző az edzésen. Most meccsen nincsenek, foci meccsen annyian. Most nincs. Szóval nem tudom, mi az oka ennek a dolognak, hogy ennyire közömbösek a röplabdával. De gondolom elsődlegesen ez a propaganda dolog, ami kevés cikk jelenik meg, mert sokkal Ausztriában és sokkal több Németországban, főleg sokkal több cikk jelenik meg a röplabdáról, és nálunk nagyon kevés. Vagy nincs a Magyar Röplabda Szövetségnek egy konkrét újságírója, aki csak a röplabdáról, de lehet, hogy az újság nem ad sorokat az újságírónak, csak itt még két sort, abban nem lehet megírni semmit. Szóval valami hiba van, és mindig a kisebb hibát kéne először kijavítani, és utána tovább menni, mert nem mindig azt kéne mondani, mert nincs utánpótlás, meg nincs edző, meg nincsen létesítve. Ez igaz. De ezért senki nem tesz semmit, a másik a népszerűsítés. Hogy próbálják ezzel a strandröplabdával, próbálják. De volt, amikor indult 20 pár, aztán lett 12 pár, aztán 10, aztán 6, aztán 4, aztán maradt 3 pár, féltvenő. Tehát visszazuhant valami szervezési hiba miatt. És ezért, mert azért Balaton, azért Balaton, meg az Velence, azért Velence, nálunk azért lehetne sokszor. És a másik az, hogy amikor én még játszottam a 60-as években, nagyon sokáig kitudódott a szezon. Uh-huh. Nagyon, a május végeig, majdnem júniusban volt vége a szezonnak, és utána volt egy hónap szünetünk, és az egy hónap a szünetben még a válogatottal mentünk valahol, mert ott egy kötelezettségünk van. Most meg április valamikor vége volt a bajnokság, és kezdődik szeptemberben. Akkor miről beszélünk? Akkor ezek az emberek munkanélkül megkapják a pénzüket? Szóval ez egy kemény dolog. Ezt a témát lehetne tovább boncolgatni, de ez majd egy következő műsornak lesz a témája. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és annyi gondolat merült föl, hát ha látják olyanok is, akikben egy-két ötlet megfogalmazódott ez alatt a beszélgetés bízom, alatt. Adja a jó Isten. Én is köszönöm. Ha ennyit tettünk, akkor a mi részünkről megpróbáltuk megtenni. Esetre Tatár Mihály, aki élő legenda, hála Istennek, akiről sportcsarnokot neveztek el Sümegen, aki a világ vagy az évszázad legeredményesebb játékosa volt a röplabdázó. Legjobb támadója, legjobb legtechnikásabb játékosa, és legeredményesebb a vendégünk volt a foci sportban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Elfogadtad a meghívást. További jó meccsnézést, reméljük, hogy lesz majd még benne része. Bízunk benne. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most viszont még van egy kis időnk az adásból, és egy kitüntetési ünnepségről láthatnak egy összefoglalót, tudni, hogy Kül Lajost kitüntették, hogy miért és hogyan, azt megtudhatják az összefoglalóból.